Elég volt Orbánék új adóiból és megszorításaiból, elég az útdíjból, elég az embereket megszégyenítő politikából. Ezek voltak a vasárnapi tüntetés jelmondatai, de talán önök ezt már tudják, hiszen az ATV is közvetítette az eseményt. Hogy mi a cél, arról vendégeinkkel, Heller Ágnes filozófussal és Kéz Zoltán képviselőjelöltekkel, akik felszólaltak a színpadon, és Gulyás Balázzsal, a tüntetés szervezőivel beszélgetünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, szervusz! Többen elmondták a színpadon, többek között ön is, hogy valójában nem szabad se Merkel kancellártól, se Berlintől várnunk, hogy megoldják a mi problémáinkat. Ha ez így van, akkor mégis mit vártak tőle ma? Miért az ő látogatásához időzítették ezt a tüntetést? Hát azért, mert azért szeretnénk jelezni, hogy Magyarország nem egyenlő Orbán Viktorral, és a magyar nép többsége Európában szeretne maradni, ahogy ezt kinyilvánította az Európai Unióról szóló népszavazáson nagy többséggel, és azóta is minden közvéleménykutatás szerint. Tehát az a Putyinhoz dörgölöző politika, amit Orbán Viktor csinál, az a nem képviseli a nép többségét, és szerettük volna, hogy ez világos legyen Angela Merkel kancellárnak. Ezt szerették volna tehát Angela Merkelnek megmutatni, de azért néztem az előbb Kéz Zoltánra, hogy mit várnak tőle, mert hogy ön volt az, aki azt mondta, hogy hát igazából semmilyen megoldást nem tőle vár. Én úgy látom, hogy nem Angela Merkel az, aki Magyarországon változást fog hozni, nem ő lesz az, aki úgymond semmi zsinort hoz Orbán Viktornak és a kormányának. Ezért azt tartjuk fontosnak a veszprémi választás február 22-én, hiszen a veszprémi és környékbeli választók lesznek azok, akik sárgalapot mutathatnak majd a kormánynak. Nem Angela Merkel lesz az, aki leváltja Orbán Viktort, hanem a szavazók. Tehát azért ezen a tüntetésen szólalt fel, mert ez egy jó alkalom volt arra, hogy a veszprémi időközi választás előtt megmutassa magát? Ez egy jó alkalom volt, meg hát hála a szervezőknek, ők meghívtak erre a tüntetésre. Ugye annak idején novemberben én voltam az egyik szervezője a veszprémi tüntetésnek is, ahol elhangzott egy hasonló beszéd, és most a mostani tüntetés pedig egy apropója volt annak, hogy lesz a választás Veszprémben. De ennek a mainak az apropója mégiscsak a Merkel látogatás volt, Heller Ágnes sem arról beszélt. Az apropó a Merkel látogatás volt, de hogy miért mentem el a szervezőknek a kérésére beszélni, tartani rövid beszédet, ezt könnyen meg tudom válaszolni ezt a kérdést. Én tettem fel magamnak. Azt kérdeztem, hogy Merkeltől mit vár? Merkeltől nem várok semmit, de azt várom, hogy az ország politizálódik. Azt várom, hogy az országban az emberek megtanulják azt, hogy lehet politikáról beszélni, hogy érdemes politikáról beszélni, érdemes odafigyelni, láttad már a reakcióban, az emberek figyelték még a televízióban is ezt a műsort, és reagáltak rá. Tehát ez a fontos, hogy elkezdődjön a beszélgetés politikai ügyekről, mert minden diktatúrának, fél és negyed, nyolcad diktatúrának, az az érdeke, hogy az országban ne folyjon politikai beszélgetés. Mindenki fogja a pofáját, mindenki várjon csak mindent fölül, és gondolja azt, hogy úgysem tehetünk semmit. Tehát ilyen tüntetésnek, és Merkel megérkezése alkalmában, ez különösen hangsúlyos van, azt jelezni, hogy igenis, mi magunkért fogunk tenni valamit, és képesek vagyunk a saját ügyeinken gondolkozni, és a saját ügyeinkről megoldásokat javasolni, azt tette mindenki, aki fölépett arra a pódiumra. Ha viszont jól értem, hogy az volt a fontosabb, hogy Angela Merkelnek megmutatni, hogy Magyarország nem egyenlő Orbán Viktorral, akkor miért nem aznap mutatják meg, amikor itt van? Hát mert ugye nem szán Angela Merkel túl sok időt Magyarországra. Na, mert de a programja is, mert lehet tudni, hogy hol, mikor lesz a város melyik. Igen, de a programja az gyakorlatilag egy néhány órás programról beszélünk, tehát szinte csak munkaidőben van itt, és ugye munkaidőben azért kevésbé lehet tüntetni, utólag meg ugye minek. Tehát így viszont el tud jutni hozzá az üzenet, olvashatja a reggeli lapokba, olvashatja a követségi összefoglalóban. Tehát ez így volt racionális, hogy előtte, hiszen az üzenetek eljuttatása a cél, az, hogy hányan voltak, azt meg úgy is látja a fényképekről. Itt volt a német televízió, egy-két német televízióadó és angol-szlovén televízió. Tehát a német televízió, ő ha akarja, meg akarja tudni, hogy mit mondtunk mi, és mi volt az álláspontja a tüntetőknek. Az a tüntetés címe, hogy tavasz jön, Orbán megy. A kérdés az, hogy mire gondolnak, hogy mikor megy? Azon tavasszal, amikor Merkel jön. Ugye erre vonatkozóan a felszólalásokban is volt egy pár utalás. Azt mondta az egyik szervező, hogy megdönteni akarják az Orbán rendszert. A Székely Sándor azt mondta, hogy el kell kergetni sürgősen Orbánt. Kéz Zoltán pedig azt mondta, hogy Veszprémben majd sárga lapot kap, de aztán gyorsan jöhet a piros is. Így van. Először is veszprémi választások egy szimbolikus jelentősége van, ezt mindenképpen érteni kell. Beszélünk sokat a kétharmadról, de nem a kétharmadról van feltétlenül itt szó, hanem arról,
hogy megmutathatjuk azt az országnak, hogy amennyiben egy Fidesz bázisú városban és környékén meg lehet verni a Fideszt, akkor ez később majd Tapolcán is bekövetkezhet áprilisban, és remélhetőleg majd 2018-as választásokon is eljutunk odáig, hogy megkapják a piros lapot. És becsatlakoznék... Tehát akkor mindezek a megjegyzések a 2018-as választásokra vonatkoznak, amit Vajda Zoltán mondott a rendszer megdöntéséről, ami az elkergetésre vonatkozik. Ez Gulyás Balázs is így értette ezeket? Hát legkésőbb 2018-ban nyilván választáson fog végleg megbukni a Fidesz, de az, hogy ez a helyzet, ez egyébként hamarabb is eljöhet, hogyha teljesen elfogy a Fidesz mögül a támogatottság. Tehát azért azt látjuk, hogy az elmúlt hónapokban a Fidesz elvesztette a támogatói harmadát, Orbán Viktor személyes népszerűsége is a harmadával csökkent. Tehát elfogyott az érzet, hogy itt a Fidesz mindent tud uralni, mert kiderült, ami ugye korábban is megvolt, hogy csak 45% szavazott a parlamenti választáson is a Fideszre, tehát csak egy parlamenti kétharmadról beszélünk. Az emberek többség akkor se támogatta a Fideszt, de ez most egyre nyilvánvalóbb, és ez így nagyon jó, mert így mernek az emberek kritikusak lenni, mernek a fideszesek is kritikusak lenni, és azt remélem, hogy azért a Fideszbe is fölgyűlhetnek azok a kritikák, amik alapján azt mondják, hogy tulajdonképpen Orbán Viktor nagyon gyenge teljesítmény mutat, hiszen folyamatosan romlik az ország versenyképessége, nő a szegénység, még ha próbálják is titkolni az adatokat, de az Eurostaton keresztül ez kiderült. Tehát Magyarország nem teljesít sajnos jól ezzel a kormánnyal, és ezen jobb lenne változtatni. Tehát még az is lehet, hogy a Fidesz próbál változtatni. Politizálás abban segít, hogy az emberek megtudják a tényeket. Hiszen nem tudnak semmit, hogy mi van tényleg, csak a propagandát hallják. Főleg azért, mert ugye a média teljesen a Fidesznek a dirigálása uralma alatt áll, meg azok a médiumok, akiket tudnak hallgatni az emberek, mint az első Kossuth rádió, ha még úgy hívják, nem tudom, vagy a televízió első csatornája, ezeket, amiket az emberek tudnak az egész országban nézni, mások kaptak mi propagandát. Most ennek a politizálásnak az az értelme, hogy az emberek egyszerűen megtudják, hogy miről van szó, hogy nem csak ők szenvednek, nem csak a szomszéd vesztette valamit, mindenki vesztett valamit. Hogy a harmadik szomszéd, a negyedik, a másik társadalmi réteghez tartozó, a gyerekes és a gyerektelen mind vesztettek az utóbbi időben. Tehát nem csak saját magukról szól, nem panasznapot kell tartani. Az nagyon nagy baj, ha egy tüntetősen panasznapot tartanak. Mert nem arról szól, hogy neked mi a panaszod, hanem az, hogy mindenkinek van egy alapproblémája, és az a probléma a Fidesz kormánynak a kormányzása. Ez egy közös probléma, és mindenki ettől a közös problémától szenved. És ezt meg kell magyarázni. Most amit mondtál az előbb, hogy a Fidesz népszerűsége csökken, Orbán népszerűsége csökken, az nem teljesen független attól, hogy az emberek elkezdenek a politikán gondolkozni. Mert nem gondolkozunk a politikán, akkor azt mondjuk úgyis, ez van, más nincsen. De ha gondolkoznak a politikán, azon gondolkoznak, hogy lehetne másképpen is. És ha legalább egyelőre a támogatást megvonják attól, aki már látják, hogy rosszul csinálja a dolgokat, de még nem támogatnak senki más, mert nincs bizalmuk abban, hogy más jobban csinálni ezeket a dolgokat. Ez egy következő lépés, és ez is rajtunk múlik, és nem Angela Merkelen múlik, hogy van-e olyan erő, amelyben az embereknek bizalmuk van. Épp a német újságíró kérdezte tőlem máma ottan, hogy hát van-e olyan politikusunk, akinek karizmája van. Én mondtam, nem kell nekem karizmatikus politikus, elég volt belőlük, hanem olyan politikus kell, akiben az embernek bizalma van. Bizalma van, hogy az, amit mond, az úgy van, és az ígéretet meg fogja tartani. Ez nem kell karizma. Politikus nem kell szeretni. Politikapártot nem kell szeretni. Az ember szeresse a feleségét, a férjét, gyerekeit, szüleit, akárkit, barátait főleg. Azokat szeresse. Pártokat ne szeresse. Nem kell szeretni. Bízni kell bizonyos politikusokban, hogy rájuk lehet bízni a saját dolgaik intézését, úgyhogy mindig felügyeljük. Megnézzük, hogy így van-e, vagy úgy van-e. Megcsinálják ez, amiért megválasztottak bennünket. Ezt kell elérni. És azt hiszem, hogy lassan érkezünk, talán lassan, hogy az emberek de egy nagy része meg fogja érteni, hogy van szavuk az ország ügyeinek a kormányzásában, jelenleg nincsen, de még lehet, és van szavuk, hogy olyan kormányok legyen, amiben bízhatnak. Nem karizma, még egyszer mondom, nem kell karizmatikus vezér, abból nekünk elegünk van, szerintem.
Ez a kívánság, hogy karizmatikus vezérek kerüljenek elő, ez persze nagyon sokszor megfogalmazódik az őszi tüntetésekkel kapcsolatban is, és rengeteg elemzésben írnak erről, beszélnek erről, hogy mikor fog majd ezekből az eseményekből kiemelkedni valaki. Gulyás Balázs, kérdezem, hogy amikor ezt a mai tüntetést szervezték, akkor például hogy döntötték el, hogy ott kiálljon fel a színpadra? Hát úgy gondoltuk, hogy legyenek jó gondolatok a színpadon, és legyen az, hogy a kétharmad legyőzéséről is essék szó. Tehát ugye abban szerintem azért minden tüntetés szervező egyetért, a fideszes kétharmad nagyon rossz az országnak, az az alkotmányjogi dáridó, amit itt rendeznek, hogy egy bármilyen törvényt, sőt magát az alkotmányt is össze-vissza módosítgatják, ugye pedig Gránit Szilárdnak ígérték, az azt gondolom, hogy ennek véget kell vetni, és ezért gondoltuk azt, hogy Kéz Zoltán, aki egyszerre egy olyan független jelölt, aki meg tudja törni ezt a kétharmadot, és egyébként jó gondolatokkal rendelkezik az országgal kapcsolatban. Hát, hogy mondjam, a Fidesznek ugye programja se volt, nekik az volt a programjuk, hogy úgymond folytatják, de aztán nem azt csinálták, hanem teljesen másfajta megszorításokba kezdtek bele. Tehát egy kapkodó kormányzással szemben mi azt próbáltuk megmutatni, hogy igenis vannak gondolatok az ellenzéki térfélen, és szerintem ezek megmutatkoztak a különböző beszédekben is, hogy egy átláthatóbb államra van szükség, ahol a korrupció visszaszorít, és igen, a szabad sajtó is nagyon fontos, hiszen most ezt a Fidesz korlátozza, és ezért volt Hammer Ferenc médiakutató, aki egyébként a 2010 előtti időszakkal is kritikus volt, mert azt gondoljuk, hogy abból is tanulni kell, de ellentétben Orbán Viktor, aki sajnos úgy tűnik, hogy semmiből nem tanul. Kéz Zoltán egyébként egy nagyon exponált helyzetben robban most be a politikába, tehát feltehetően karizmatikus politikusnak érzi magát. Vagy ön is azt gondolja, hogy nem karizmára van most szükség? Egyetértek Heller Ágnessel. Alapvetően én úgy látom saját magamat, én az utcára jövök, én az emberek közül jövök. Egy voltam azok közül, akik annak idején szervezte ezt a tüntetést és felszólalt, amely után sokan odajöttek hozzám megkérdezni, hogy belevágunk-e ebbe, hogy közösen váltsuk le a Fideszt. Abban is egyetértek Heller Ágnessel, hogy én piciben azt látom, amit ön is lát itt Magyarországon, hogy Veszprémben sikerül eljutnunk azokhoz a szavazókhoz, akik eddig csöndben voltak, akik eddig otthon maradtak. És ez egy fontos része az egész kampánynak, fontos része annak, hogy elmondjuk az embereknek, hogy igenis most kell fölállni, most kell kiállni, most kell politizálni, most kell kiállni önmagukért. Azért azt tudni kell Veszprémről, hogy ha az önkormányzati választást nézzük 2014-ből, a 47 ezer szavazóból 32 ezer otthon maradt. Mi megpróbáljuk ezeket az embereket megszólaltatni, járjuk az utcákat, és nagyon sok pozitívummal találkozunk. A kampánystábhoz nap mint nap jönnek oda olyan emberek, akik életükben nem politizáltak, nem foglalkoztak vele, de szeretnének segíteni. Szeretnének segíteni, mert látják azt, hogy ez egy olyan pillanat, amikor igenis meg lehet dönteni ezt a kétharmadat, igenis lehet venni valamit a Fidesz kormányzás ellen. Mi van akkor, hogyha mondjuk sikerül megdönteni a kétharmadot, de utána, mint ahogy ezt az ellenzékből azért többen már kilátásba helyezték, ha a kormánynak szüksége van plusz szavazatokra az országgyűlésben a kétharmadhoz, akkor mondjuk a Jobbik ebben segítkezik. Akkor milyen fordulópontot jelentett Veszprém? Mindenképpen, én ahogy az elején is mondtam, ennek a szimbolikáját kell érteni. Tehát ezt én nagyon jól tudom, hogy amennyiben úgy alakul, akkor akár egy jobbikos képviselő átszavaz és meg lesz a kétharmad. Viszont ha megmutatjuk azt, hogy egy ilyen körzetben, egy tiszta fideszes körzetben, amit az elmúlt években tényleg a Fidesz nyert meg, ha egy ilyen körzetben az ellenzéki jelölt nyer, akkor utána majd áprilisban Tapolcán is akár nyerhet, és majd később máshol is. És akkor legalább kiderül, hogy a Jobbik mennyire ellenzéki párt, hiszen a Jobbik például támadta ezeket a tüntetéseket, ők is a Fideszhez hasonlóan azzal vádoltak minket, hogy CIA a pénzzel minket, tehát ez ugyanezeket a nevetséges dolgokat mondták, amit a kormány propaganda. Lássunk akkor tisztán, ha végre nem lesz kétharmada a Fidesznek, akkor sokkal jobban ki tud derülni, hogy ki kiviselkedik rendes ellenzékiként, és ez szerintem nagyon fontos. Propagandáról ezzel kapcsolatban egyetértek veletek, hogy helytelennek tartjuk, hogy Magyarországot és a magyarságot azonosítják a magyar kormánnyal. Nem helyes a Fidesz választókat a Fidesszel, még az jobbikos választók egészét se vagy jobbikkal azonosítani. Igen. Mert nagyon sok ember azért szavazott oda, mert nem tudta, hogy mire szavaz, vagy pedig azt mondja, hogy nagyon borult és szegény volt, és a Jobbik radikálisnak mutatkozott. Szóval a Jobbik nem minden választója rasszista, és a Fidesz nem minden választója Orbán imádó. Tehát azra is tekintet kell venni, itt egy ország van, amelyben van jobb oldal és van bal oldal, vannak emberek, akik tudják, hogy ez most rossz, de félnek attól, hogyha jönnek a többiek, akkor nekik lesz kus, mert megszokták. Tehát voltaképpen át kell nyúlni
az többiek felé, át kell nyúlni, ahogy te mondtad, beszélni kell azokkal, akik nem jönnek, és azokkal is, akik eddig jöttek. Meg kell mondani az embereknek, beszélgessünk egymással normálisan. Hát tudunk egymással vitatkozni, és a vitatkozókkal értsük meg, hogy van egy közös célunk, és ez a normális Magyarország. Szerintem ezt meg lehet csinálni, lehet kezdeményezni ezt kis helyeken, falvakban, városokban, Budapesten is természetesen. Kialakult egy vita az interneten, és a szervezőtársa Vajda Zoltán ebben részt is vett, ami úgy kezdődött, hogy az egyik blog azzal vádolta meg önöket, a mai tüntetés szervezőit, hogy hát olyanokat állítanak a színpadra, akik így vagy úgy kötődnek ahhoz az összefogáshoz, azokhoz az összefogó pártokhoz, akik a választásokon már kudarcot vallottak, és ehhez képest valami újat kellett volna felmutatni, vagy új arcokat kellett volna felmutatni, mert így az egész tüntetés sorozat abba a látszatba kerülhet, hogy itt az a politikai társaság akar visszajönni. Jó, hát az a blogbejegyzés eleve nem vette figyelembe, hogy Hammer Ferenc is felszólalt, tehát őt egyszerűen kifelejtette a felszólalók közül, de hát most a többi felszólalás is, tehát ez nem igaz az, hogy ezek az emberek kritikátlanok lettek volna, akár csak az összefogással, hát, illetve Kéz Zoltánnak most milyen köze van ahhoz, és egyébként meg az a blogbejegyzés arról szólt, hogy nem tudom, itt az összefogást lesz meghirdetve a színpadon, senki nem hirdetett összefogást, Hammer Ferenc például arról beszélt, hogy nem feltétlen összefogásra van szükség, hanem arról, hogy dolgozzanak az ellenzéki pártok, és valóban, hogyha jobban dolgoznak, akkor jobban kiderülnek azok a viszonyok, hogy hogyan érdemes küzdeni az Orbán rendszer ellen. Kéz Zoltán mögött többek között ezek az ellenzéki pártok állag jobban dolgoznak most a veszprémi kampányban? Nagyon jól dolgoznak a veszprémi kampányban, nagyon sok segítséget kapunk tőlük, de ki kell emelnem azt, hogy a legnagyobb segítséget a pártokon kívül pont azoktól a civilektől kapjuk, akiket az előbb említettem, akik beálltak mögém, segítenek, és életükben nem foglalkoztak a politikával. Sőt, vannak olyanok is, akik deklaráltan, akár jobboldaliak is, de azt mondják, hogy nekik is elégük van a Fideszből, van bennük egy szégyenérzet. Nagyon sokan mondják nekem a kampány során, hogy 2010-ben azért szavaztak Orbán Viktorra, mert gondolták, hogy majd él a kétharmadat a lehetőséggel, és most úgy látják, hogy visszaélt vele, ezért inkább csatlakoznak hozzánk, függetlenként, civilként, segítik a kampányunkat mindenhogyan, és természetesen a pártok is segítenek. Ja, a közvéleménykutatási adatokon, az országosokon az látszik, hogy bármennyire is nő az elégedetlenség a kormánypártokkal szemben, bármennyien is mennek ki az utcára különböző tüntetéseken, ezek nem jelennek meg szavazóként a látható ellenzéki pártok mögött. Ön mire alapozza azt, hogy Veszprémben ennél nagyobb hatásra lehet számítani? Hát alapvetően annak, hogy Veszprém óriási tétje van a választásnak, és az országos nyomást érzik a veszprémiek. Tudják azt, hogy ez a választás ez nem csak Veszprémről szól. Ez a választás igazából egy népszavazás arról, amit az előbb is mondtam. Ez az egyik. A másik, járjuk a falvakat, a 24 falut, valamint Veszprémet is, bekopogtatunk, becsöngetünk, járjuk az utcákat és beszélgetünk emberekkel. A beszélgetésekből pont azt látjuk, azt szűrjük le, hogy az óriási elégedetlenség eljutott egy olyan pontjára, hogy el fognak menni az emberek szavazni. És a Fidesz három időközi választást tesz. Az a vélemény, hogy a politikus, mint mumus, ez egy nagyon rossz dolog. Ugye Magyarországon az elterjedt az, hogy minden politikus csirkefogó, tolvaj, ez és az. Ez egy rossz álláspont. A politika az egy nagyon fontos, hát mondjuk hivatás, nem is mesterséges hivatás. Politikához épp úgy tehetség kell, épp úgy érteni kell hozzá, mint minden máshoz. Tehát nem az a kérdés, hogy a politikus mint fúj, hanem az a kérdés, hogy vannak, lehet-e megtalálni olyan politikusok, vannak-e a politikusok között olyanok, akik alkalmasak arra, hogy szakmailag jól folytassák ezt a mesterséget. Ahogy van jó Szabó és jó Asztalos, van jó politikus is, aki jól ért ezt a mesterséget, tisztességesen tudja csinálni, nem lop, nem csal, nem hazudik, ugye? Nem mond igazat, mert politikus nem adhat mindig igazat, de legalább nem hazudik direktbe. Úgyhogy ne szidjuk a politikai mesterséget, mert valószínűleg az a rossz dolog következik, hogy fiatal emberek nem látják ezt a pályát értelmesnek, nem gondolják, hogy erre a pályára érdemes menni, mert ez is egy fújpálya, mert ugye politikus mindenki utálja. Ez egy rossz szokás. Volt csomó csirkefogó politikusunk, voltak azonban tisztességes politikusaink is, vannak is tisztességes politikusaink, és ezért azt hiszem, hogy amit Veszprémben történik, amit az előbb te mondtál, hogy a pártokkal is jó viszony van, a civilek meg, nem lehet itt
ellentétet kialakítani. Egyrészt a civil, és Isten őriz, politikus közénk ne kerüljön, mert ez egy mocsak, és a politikai pártok halálosan meg vannak sértve, hogy a civilek, több ember jön a civil tüntetése, mint a politikai pártok tüntetésére. Ezt a konfliktus legjobb lenne megszüntetni, mielőtt elkezdődik. Bocsánat, három időközi választáson indultak pártok a tüntetés hullám kezdete óta, és mind a hármat elvesztette a Fidesz, és ebből két helyen pártjelölt nyert. Tehát én azt gondolom, hogy Kéz Zoltán is nagyon jó esélyekkel indul. Heller Ágnes említette a beszélgetés elején a politikai propagandát, és hogy ez az egyik probléma, hogy az emberek többségéhez azokon a médiumokon keresztül, amelyek eljutnak hozzájuk, csak ez jutott el. De ez nem teljesen így van, mert itt van ugye az RTL klub, amelyik háborúban állt, ha úgy veszük, a kormánnyal, ezért nagyon kritikus hírműsorokat készített. És éppen most friss hír, hogyha minden igaz, akkor a Merkel látogatás előtt a kormány megegyezett ezzel a bizonyos RTL klubbal, és felvetődik a kérdés, hogy ez például az ottani híradókra hatással lesz-e, miközben Hammer Ferenc az önök színpadán ma délután nagyon megdicsérte ezt a csatornát. Önnek mi a véleménye erről a helyzetre? Hát erről nem lett véleménye, miután nem látjuk még, hogy se gyarkol az RTL-nak a híranyaga. Eddig úgy láttuk, hogy a konfliktus következtében a hírekben objektív híradás folyt, tehát az ellenzék és az ellengizéki koncepció is helyet kapott az RTL-ben. Most hát ez egy jó hírcsatorna. Nem tudom, mi fog történni, ennek nem lett véleményem, mert nem láthatok a jövőbe. Legfeljebb reménykedhetem abban, hogy egy hírcsatorna nem fog ezt a csirkefogóságot elkövetni, hogy anyagi hátrány megszüntetése következtében elkezd Fidesz propagandát folytatni. Azért nem várom el ezt az RTL-ről, de nem tudjuk, majd meglátjuk. Majd meglátjuk, de ha igaznak bizonyul ez a hír, hogy a Merkel látogatás előtt német politikai nyomásra megszületett ez az alkú, akkor az mit mond ön szerint arról, amit Angela Merkeltől lehet várni? Hát könnyen lehet, hogy Angela Merkel reálpolitikusként viselkedik, pont ezért is akartuk megmutatni, hogy ne a pártérdeket helyezze előtérbe, hogy Orbán Viktor ugye ugyanúgy egy jobboldali kormányfő, mint ő, hanem az európai demokratikus értékeket, aminek része a sajtószabadság, aminek része az, hogy a sajtó mindkét oldal botrányairól beszámolhasson. És ugye itt pont az a probléma, hogy az RTL az ellenzéki kínos ügyekről is beszámolt, és nagyon helyesen tette, de a Fidesz ügyei végre előkerültek. Ugye korábban ez a kevésbé tudtak megjelenni a kereskedelmi híradókban, és azzal, hogy ez jobban megjelent, egyszerűen sok ember láthatta azt, hogy milyen gazdagodást folytatnak fideszes politikusok, akik egész életükben a politikából éltek, tehát nincs épeszű magyarázata annak. És ennek ahhoz a népszerűségvesztéshez is lehet köze, amiről beszéltem. Hát így van, tehát hogy a Fidesznél látszik az, hogy hát most miből van 80 milliós luxus lakás a Lázár János fiának, mitől nőnek folyamatosan Rogán Antal a budai luxus ingatlanjai, tehát ezekre azért magyarázatot kellene adni, és egyre kínosabb az, hogy ugye ezeket a hatóságok, Polt Péter legfőbb ügyészsége állandóan elsikálta, és azt gondolom, hogy ezzel, hogy ezek előkerültek, ezekről végre beszélnie kell a Fidesznek is. Nagyon köszönöm, hogy eljöttek. Köszönjük szépen a meghívást.